Jó estét kívánok! Azt hiszem, hogy ha valamikor, akkor most igazán jó Fehérvár AV19 SC elnöknek lenni. Vendégünk a mai műsorban Gál Péter Pál. Szervusz, üdvözöllek a műsorban, és először is gratulálok neked is, a stábnak és a játékosoknak is természetesen, illetve nyilván a szurkolóknak, akik végott álltak a szezonban a csapat mögött a felsőházhoz, és természetesen ami a legfontosabb a rájátszáshoz. Mindenünk nevében köszönöm, és nagy szeretettel üdvözlök én is minden tévénézőt. De akkor igaz volt az állítás, hogy most aztán kifejezetten jó elnöknek lenni a klub életében. Hazudnék, azt mondanám, hogy most kellemetlen érzés, természetesen ez a naposabb oldala, hála Istennek, és hosszú idő után most kijut mindenkinek a klubnál. Nem is az a fontos, hogy én hogy érzem magam, hanem az a nagyon fontos, hogy az öltözőben a csapataink jól érzik magukat. Remélem, hogy ez az energiaszint, ez fennmarad a következő időszakra is. Milyen most a hangulat egyébként? Milyen volt a hangulat? Ugye most a játékosok kaptak egy kis pihenőidőt, illetve vannak jó néhányan, akik ugye Szlovéniában a válogatottnál vannak, és végzik a dolgukat. De milyen volt a hangulat a vasárnapi mérkőzés lefújása után? Hát ó, frenetikus természetesen, tehát nem csak a lelátón, elsősorban nyilván az, ami a tévék képernyőjén keresztül, vagy a utólag megnézett fényképeken átjön, az egyértelmű, hogy szurkoló, játékos, szakvezető, mindenki nagyon jól érzte magát a csarnokban, volt is mire, tehát kifejezetten azt kell mondjam, büszkék vagyunk erre az eredményre. Nagyon sokat dolgoztak érte a srácok a sztáffal együtt, hogy ez az eredmény végre jó pár év után összejöjjön, úgyhogy megérdemelték azt is, hogy megünnepeljék őket, és megérdemelték azt is, hogy utána ők mondjuk úgy, hogy öltözői körben, vagy saját körben csapatként ezt megünnepeljék. Jár is nekik egy kis pihenő, éppen most egyébként a pihenő idejük utolsó óráit töltik, ha én jól tudom. Aztán kezdődik a munka, a készülődés a kedden induló középszakaszra. Kell is ilyenkor szerintem szakvezetőnek, játékosnak, lehet, hogy talán még a szurkolónak is egy-két nap, amikor fújunk egyet, meg is nézzük, hogy mit csináltunk, hol tartottunk, mi lehet még javítani. Most ez már inkább a csapatra vonatkozik természetesen, vagy hogy tudjuk beosztani az időnket, hogy minden meccsen ott leszünk a középszakaszban is szurkolóként, hiszen ahogy mondtam, kedden már indul, jövő héten pénteken az első hazai meccse kezdetét is veszi ez a 10 meccses periódus. Most feltettem azt a buta kérdést, hogy a szezon előtt gondoltad volna, hogy ez lesz majd itt az alapszakasz végén, de mire számítottatok itt tényleg, ha most így visszamegyünk egy pár hónapot az időben, mert azért az látszik, hogy bár ugye idézőjelben mondom, csak hatodikként jutott be a felsőházi középszakaszba a csapat, de azért egy ideje már szerintem nagyon sokan úgy voltak vele, hogy inkább az lenne a csalódás, hogyha az alsóházban folytatná a csapat, és hogy nagyon megérdemelni, és főleg, hogyha majd nyilván belemegyünk egy picit a statisztikákba, de ott október végétől nagyon elindult valami. Igen, gyakorlatilag ilyen, hogy a kérdés elére visszatérjek, gyakorlatilag nem mertem már se jósolni, se túlzottan reménykedni, legfeljebb nagyon legbelül való mélyen. Sokat dolgozott azon a general managerünk, az edzőnkkel, tehát kifejezetten azok az emberek, akik a szakmai felelnek, hogy az apró lépések politikáját, amit meghirdettünk betartva, idénre egy a tavainál jobb csapatot építsenek. Mi úgy éreztük akkor, átbeszélve, hogy augusztus táján, hogy akkor hogy is néz ki a keretünk, mire lesz ez hivatott, hogy sikerült tapasztalatot vennünk, sikerült olyan játékosokkal feltölteni a keretünket a magyar srácok mellé, akik majd hozzá tudnak ehhez tenni, és ehhez képest egyébként döcögősen indult, valljuk be, akinek a memóriája engedi, nyilván emlékszik rá, hogy azért döcögősebben indult ez a szezon, egy kicsit hasonlított a korábbiakhoz. Nyilván hiányoztak azok az apró részletek, amik aztán egy csapatot csapattá tesznek. Szerencsére a szakma aztán megtalálta az utat ahhoz, hogy egy tényleg egységes, egymásért küzdő, előrefele eredményes, aztán a későbbiekben már hátul is egy stabilabb szerkezetű csapat lett a Fehérvár AV19, hiszen ne felejtjük el az elején azért a nagy előreruhanásban azért sokkal nyitottabbak voltunk háló, sokkal jobban megkeserítettük a saját kapusunk vagy kapusaink életét. Ezen is sikerült változtatni, összességében azt kell mondjam, hogy épp ezért nagy dicséret illeti a szakmát, hogy el tudta végezni azokat a finom hangolásokat, amitől aztán novembertől hihetetlen szériákat tudott produkálni ez a csapat, és amikor elkezdtek minket sújtani más csapatokhoz hasonlóan nyilván a sérülések, akkor sem omlottunk össze, nem jött a szokásos
megomlás és gyengébb teljesítmény, hanem a sérültek helyébe lépő játékosok ugyanazt a pluszt hozzá tudták tenni, és összességében ez egész csapat pozitív tudott maradni. Majd persze, hogyha beszélünk statisztikákról, egy-két érdekességet szívesen elmondok, ami mutatja, és a számok hosszú távon általában nem hazudnak, azért megmutatják valóban azt, hogy a szezon közepe táján jött el az az áttörés, amitől kezdve a Fejér Alvéd 19 egy meghatározó csapatává vált ennek az idei Ebel bajnokságnak. Mindjárt beszélünk a statisztikákról, mert tényleg érdekes dolgokat lehet belőle kiolvasni, de ugye a profi sportban megkerülhetetlen dolog a pénz, és ugye Ocskai Gábor mondta korábban mindig, hogy a Holánnak a költségvetés az nagyjából ebben a ligában, az Ebelben a 10.-11. legnagyobb, vagy hát tulajdonképpen a második, harmadik legkisebb. Ez most ebben továbbra is állja a helyét, és akkor meg aztán pláne különleges dolog ez a hatodik hely az Ebelben. Nyilván nem lehet a nem feltétlenül könnyű dolog másik pénztárcájában turkálni, ezt nyilván tudjuk, hogy azért a Red Bull Salzburg talán a még jelenleg is a legnagyobb költségvetésből gazdálkodó klub. Vannak dolgok, amik nem változnak. Az egyik ilyen dolog az, hogy a Red Bull Salzburg az mindig is költségvetésileg is a top csapata lesz, vagy a top három csapatába lesz a ligának, és az sem változik, hogy mi költségvetésileg véletlenül továbbra is az alsóházi kategóriát képviseljük. Azt nehezen tudom megmondani, arról nincsenek információim, exaktak legalábbis, hogy azon belül aztán hol helyezkedünk el. Ugye most az idén gazdasági szempontból szerencsétlenül járt Zágrábot ugye eleve illik kivenni ebből a sorból. Ők nem tudták idén gazdaságilag megugrani a kötelezőt, éppen ezért a középszakaszra elhullani látszanak, vagyis az el is dőlt, hogy elhullottak. De a többi csapat tekintetében sem hiszem, hogy az alsóháznak is akár vezetői lennénk. Hát akkor vagy lettünk volna, ha mondjuk ott kötöttünk volna ki mondjuk sportsikereket tekintve, és szerencsére ez nem jött be. Tehát végül is igen, az igaz, hogy egy szerényebb költségvetésből gazdálkodó klubként tudtunk idén ismét egy olyan eredményt elérni, ami az elmúlt jó pár évre visszatekintve sajnos nem volt rá jellemző. Nyilvánvalóan ebben azért óriási szerepe volt annak, hogy a rendelkezésre álló pénztől függetlenül a magyar játékosaink egy nagyon komoly teljesítményt tudtak belerakni ebbe az egészbe. Eddig független attól, hogy sokunknak a keresete az osztrák bérplafonokat azért nem berdesi. Akkor beszéljünk a számokról. Ugye tényleg az látszik, hogy valahol október vége felé indult el a csapat szekere elég erőteljesen előrefele. Ugye az onnantól számítva lejátszott 30 mérkőzés alapján a Volán a harmadik legtöbb pontot gyűjtötte, hogyha 25 meccset nézünk, akkor a legtöbbet, hogyha 20-at, akkor második legtöbbet, tehát hogy és az utolsó 10, illetve 5 mérkőzés alapján pedig szintén vagy egyedül, vagy holt versenyben a legtöbb pontot szerezte a csapat. Hát az meg önmagáért beszél, hogy ugye az utolsó két fordulóban a címvédő Bolzánót és a leggazdagabb csapatot, a Red Bull Salzburgot sikerült nem is akárhogyan két vár fektetni. Ne felejtsük, hogy azt a Red Bull Salzburgot, amelyik egy-két héttel ezelőtt Bajnokok Liga elődöntőt játszott a Red Bull top csapatával, a Münchennel, és egy döntetlen mérkőzés után egy 3-1-es vereséggel esett ki. Ez a München kapott ki éppen tegnap előtt a Bajnokok Liga döntőben egy svéd csapatból, egy tisztes 3-1-es vereséggel fejezte be a szériát. Tehát ez a Salzburg ugyanazzal a kerettel érkezett egyébként az ominózus vasárnapon a Raktár utcába, és őket sikerült felülmúlni egy olyan mérkőzésen, ahol a Salzburg egyáltalán nem feltartott kézzel érkezett, de visszatérve egy kicsit a számokhoz, való igaz, hogyha megnézzük, a 44 fordulós alapszakasz utolsó 25 mérkőzését tekintve a statisztika azt mutatja, hogy a Fejér Alvéd 19 az első helyen végzett volna az összes csapat tekintetében. Nagyon, nagyon kiváló lett a hazai mérlegünk, az utolsó 10 mérkőzés alapján a hazai mérlegünk is például az első helyre predesztinál minket. Ugyanakkor, amiben nagy fejlődés mutatkozott, azt is szeretném kiemelni, hogy amíg az utolsó 30 vagy 25 mérkőzés tekintetében is a 9. helyen voltunk csak a vendégként szerzett pontok számát illetően, addig az utolsó 10 mérkőzésen már és az utolsó 5 mérkőzésen már a 3.-4. helyen voltunk. Tehát ahhoz, hogy mi most a 6. helyen tanyázunk, és felsőházi mérkőzéseket játszunk, és biztos playoff szereplők vagyunk, ebben biztos az is szerepet játszott, hogy sokkal rendezettebbek és ponterősebbek lettünk idegenben is. Azt is szeretném hozzátenni, hogy bár nem mi szereztük a legtöbb győzelmet
Tehát van olyan még az alsóházban is, aki a 60 perces győzelmek tekintetében esetleg többet szerzett nálunk, viszont a második legtöbb rendes játékidős döntetlent játszottuk, és ezeknek a meccsek a nagyobbik részén szereztünk aztán két pontot, nem csak egyet. Nyilván ezek az összetevők azok, amik segítettek, illetve egy dolog van még a csapatunk szintén gyakorlatilag a statisztikai összesítések első hét foglalja el, az pedig a lövés hatékonyság. Nem lövünk keveset, és ebből is jó, a liga a legjobb hatékonyságával rendelkező csapattá váltunk a 44 alapszakasz fordul alapján, ami szintén szerintem megsüvegelendő. És hát ugye ott van az a 7 meccses győzelmi széria, amire korábban az EBL-ben még nem volt példa, ugye ez december, illetve ott van ugye Hári János, aki már most 44 mérkőzés alatt az egy szezonon belül legtöbb pontot elérő fehérvári játékossá vált, és olyan játékosokat előz meg, akik ugye teljes szezont kell nézni, 54-vel akár annál több mérkőzést. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok gólt ütött idén a volán, tehát ez egy kicsit picit ilyen legek szezonja, még akkor is, hogyha még azért van ebben nagyon-nagyon sok hátra, de mit hozhat még legek tekintetében, ugye ez a... Igen, ez egy érdekes dolog, ugye csak a klasszisok tudnak húzni egy csapatot, hogy végeredményben a legjobbak közé kerüljön, de valahol viszont mégis csapatjáték. Tehát ugye említetted Janikát, Hári Jánost, aki gyakorlatilag a legtöbb pontot szerző magyar játékossá. Hát 62 pont, 62 ponttal zárta az alapszakasz 44 meccsen, de azért tegyük hozzá, hogy Andrew Sarauer is sokkal kevesebb meccset játszott, de gyakorlatilag meccs per pontot tudott teljesíteni, ugye sérülése kezdte a szezon, utána belépve és egyre jobb teljesítményt nyújtva. Ott van a légiósok között az a Kurált, aki a szezon első felében nem tűnt ki, majd pedig megtalálva a kémiát pont talán Hárival, de vele játszva a legtöbbet a sorában egy egészen elképesztő második fél időt futott, ha fogalmazhatok így. De ami nagyon örömteli nekem, a szívemnek, és talán minden magyar szurkolónak, hogy Erdély család is úgy érzem, mintha az eddig sem rossz szezonja után szintet lett volna képes lépni, és egy ilyen támadó szellemű csapatba kiválóan beilleszkedve, ő is szerintem, most ebben nem vagyok biztos, de szerintem egyéni csúcs, egyéni csúcsot döntött pontok tekintetében. És de egészen biztos, hogy húzó ember lett. Teljesen biztos, jól emlékszem, 36 ponttal, ez egy nagyon parádés teljesítmény a részéről, és ebben igen szép mennyiségben termelte a gólokat is a Csani ebben a szezonban. De ha egy kicsit hátralépünk, vagy egy kicsit hátrébb nézünk, akkor azért ott a fiatal magyar hátvédek teljesítménye mellett se lehet emelni szó nélkül, mert ha Hári gyakorlatilag első lett a klubon belül a legtöbb pontot szerző játékosok listáján, akkor azért Szabó Dani a szezon közben gyakorlatilag a legeredményesebb hátvéd titulusát szerezte meg a Fehérvár V19-nek fiatalkora ellenére, és Tipsics Bence pedig szintén ugyanúgy ott jár mellette. Hihetetlen jó szezont produkál mind a két fiatal hátvédünk, egy nagyon stabil játékot tudnak mutatni, életveszélyes előretörésekkel, ponterős játékkal. Ezek azért megdobogtatják az ember szívét, mikor arra gondol, hogy ezek a srácok fogják majd a magyar válogatottban is remélhetőleg képviselni majd a világbajnokságon Magyarországot, és olyan játékkal rukkolnak ki, akkor legalább előre úgy érzem, hogy lesz miért szurkolnunk ott is. Szóval összességében ezek adják az összetevőit annak a dolognak, amiről most beszélünk, hogy hosszú évek után sikerként könyvelhetjük el, hogy hatban vagyunk. És ami érdekes, és szerintem örömteli, hogy itt ugye jó néhány nevet felsoroltál, és tulajdonképpen ugye már Sarauer magyar állampolgár, de azért hát nyilván ő nem itt tanulta a jégkorong alapjait, és Kurát, tehát ők ketten azok, akiket most így légiósként említettél. Igen. És hogy azért Zömivel most a magyar játékosok nevét tudtad elmondani, pedig nem arról van szó, hogy a többi légiós a plámi probléma lenne, mert szerintem Tikkanent, vagy Luttinent, vagy Koszkirantát szintén lehetne ide sorolni. Hosszan lehetne sorolni azokat a légiósokat, de hogy mégis, hogyha megnézzük azt a 4-6-7-8 játékost, abban tényleg zömében magyar nevek ugranak be, akik nagyot lendítettek a csapat szekerén, hogy ismét ezzel a képzavarral éljek. Igen, gyakorlatilag méltátlan is lenne, nem beszélnék a fiatalokról is. Hát azért az akadémiánkról kikerülő srácok közül szerintem ebben a szezonban tudott egy komolyabb szintet lépni Rejszáron vagy Sárpátki Tamás, Szita Donát is egyre több jégidőt
kap, neki még majd nyilván rutint és rutint, főleg rutint kell szerezni, egy tapasztalatot, de szépen halad az útján. Szabó Pál Krisztián is, amíg nem volt sérült, nagyon sokat hozzátett, és a harmadik, negyedik sor alapemberévé tudta küzdeni magát. Reméljük, hogy a hátvédek között is ennek az előbb említett két srácnak lesznek követői, majd a titánok közül az akadémiából. De én ide sorolnám azt a Sillét, Timót, akinek az édesapja Sille Tamás egy legendás játékosa, volt a fehérvári csapatnak, és mindig büszkén is emlékezünk rá, és ez a srác most szintén az édesapja nyomdokai lőpet, úgy érzem, a sérüléséig eltelt időszakban. Egyre karakteresebb, karakánabb játékot mutatott ez a srác is, és nagyon örülök, hogy ő is a szerződés szerint még legalább egy évig a csapatunk tagja lesz. Óriási potenciál van ezekben a fiatal srácokban is. Na, mindjárt próbálok egy picit faggatni a szerződésekről is, mert tavaly ilyenkor ugye ez már aktuális volt, nem véletlenül. Idén viszont szerencsére az a helyzet, hogy ugye azzal tudunk foglalkozni, hogy a középszakasz felsőházi meccsei hogy alakulnak majd. Ugye 12. jövő kedden a Grácz ellen kezdünk, ugye aztán Klagenfurt ellen lesz az első hazai meccs, és ugye hát a többi ellenfél pedig ugye a Bécs, a Bolzano és ugye a Salzburg. Ugye itt a Salzburggal volt az utolsó mérkőzésig nagyon negatív a mérlegünk, több mint 20 kapott gól és ugye 0 pont, ezen sikerült ugye kozmetikázni, de tulajdonképpen az látszik, hogy azért hát a Klagenfurtot például 4-4 szevertük, és például ugye a Grácen is szinte valamennyi mérkőzésen pontot szereztünk, a Bolzán ellen is 5 pontot, tehát hogy azért nem esélytelenül vágni neki ennek a középszakasznak a volán. Mi az elvárás a középszakaszban, vagy innentől kezdve most már minden mérkőzés úgymond ajándék? Tulajdonképpen persze, azt is mondhatnánk, hogy innentől kezdve a Fehérvár számára ajándék, de nem az, és tudom, hogy a srácok sem így gondolják, hanem nagyon, nagyon komolyan készülnek arra, hogy ugyanúgy a középszakaszban is megmutatják, hogy ez egy jó hokira képes ponterős társaság, akik egymásért küzdve ugyanúgy eredményesek tudnak lenni. Természetesen, hogy az idő halad előre, nyilvánvalóan a hoki is változik, még a bajnokságon belül is. Mindenki tudja, aki ismeri a sportágat, hogy mindig más egy alapszakasz, egy kicsit már más egy középszakasz, és aztán természetesen egy új bajnokság indul a magával a rájátszással. Nyilvánvalóan minden csapat igyekszik a pótméteren tekerni egyet. Természetesen nem látunk be a többiek boszorkány konyhájába, de elképzelhető, hogy természetesen nem ugyanazzal a taktikával, ugyanazzal a rendszerre vagy felépítéssel vágnak neki a középszakasznak a felsőházi csapatok. Lehet, hogy máshova helyezik a hangsúlyokat egyesek, mint az eredményesség, van, aki már ugye ezt hallani néha, hogy már a hosszú távú rájátszásos időszak megfelelő erőlétére is helyezi a hangsúlyt, ilyenkor megbontja. Ez nálunk Hanu Jervenpá feladata, hogy megtalálja azt az egyensúlyt, hogy eredményesség is legyen, de emellett erő is maradjon a szezon legfontosabb időszakára, magára a negyed döntővel induló playoffra. Elvárás tekintetében én azt várom, hogy ez a csapat ugyanilyen karaktert mutasson, mert ha ugyanilyen karaktert fog mutatni, akkor biztos, hogy legalább a hazai meccseken ahhoz eredmény is fog társulni, és akkor remélem, hogy ugyanígy teltházas, minden mérkőzésen teltház előtt tudnak játszani, a szurkolók pedig boldogok lesznek, és jönnek, minden mérkőzésen teltházat fognak varázsolni a csarnokunkba egészen februárban. Ugye március 10-ével zárul a középszakasz gyakorlatilag. És utána jön az a rájátszás, amivel azért többször szerepelt már a klub, de ugye kört még nem sikerült menni. Hát ez igaz. Most sikerül-e? Nyilván nem vagy jós. Nem vagyok jós, hiszen még azt sem tudjuk megjósolni egyáltalán, milyen párosításokban kerül sor majd a playoffra, hiszen aki nem tudja, annak most ezúton jelzem, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan kiválasztásos rendszerben fog lebonyolódni a középszakasz után a playoff, ahogy azt tudjuk. Gyakorlatilag az első három helyen végző csapat választ, a negyediknek ugye jut. De mondjuk úgy, hogy az első négy csapat pedig pályaelőnnyel rendelkezik. Hogy aztán a mi srácaink a haton belül hol végeznek, ezt most, ahogy az előbb mondtam, megjósolni sem tudom. Nyilván az egy óriási büszkeség és siker lenne, ha még ezen is tudnának, ezen a teljesítményen egyet fokozni,
és ellenfélválasztóként vagy pályaelőnyös csapatként zárnánk a középszakaszt, de szerintem ennyire ne szadjunk előre. Valljuk azt, amit ők maguk is mindig mondanak, egyik mérkőzésre készülünk, aztán a következő mérkőzésre, aztán a következő mérkőzésre, megállunk és megnézzük, hogy hol tartunk. Ha utána úgy szólítják az edzőnket vagy a csapatkapitányunkat, hogy kéne választani egy csapatot, akkor büszkék leszünk, ha minket választanak, akkor ugyanolyan büszkék leszünk, mert ez a csapat már most megérdemli. De azt mondtad, ne szaladjunk annyira előre, szaladjunk akkor egy picit még előrébb a jövőt tekintve. Tavaly ugye ilyen tájt már azért, vagy néhány hét eltéréssel már lehetett tudni azt, hogy például a magyar magból ki az, aki maradhat, illetve ugye Kerut kapus szerződés hosszabbításának a bejelentéséhez is nagyjából egy esztendőt kell visszamenni. Most ebben a tekintetben mi a helyzet? Vagy most játékos vesző menedzser egy picit kivár, hogy meddig jut a csapat, és mi az, amit mondjuk lehet még pluszban kérni, mert hát, hogy elhozott a beszélgetés korábbi szakaszában is a profi sportpénzről is szól. Igen, a sikernek ez egy hozadéka, igen, hogy az igények is meg tudnak nőni esetlegesen. Drágulnak a játékosok, igen. Igen, igen, ez a tendencia. Ezt nem tudom cáfolni, ezt a tendenciát. Valóban bennünk, tehát a menedzsment részéről erős igény van arra, hogy ezt a társaságot a lehető legnagyobb részében együtt tartsuk, de úgy fogalmaznék, hogy azért ez óriási kihívás lesz. Tehát több játékosnak is lejár szerződése, vannak olyanok természetesen, akiknek még a következő szezonra is érvényes szerződése van. Egyesével minden játékosra le kell ülni. A tavalyi évhez hasonlóan most sem szeretnénk erre majd tavasz végéig, nyár elejéig várni. Ezeket a beszélgetéseket el fogjuk kezdeni most februárban. Ha eredményre jutunk, arról természetesen a szurkolóinkat, a közvéleményt tájékoztatni fogjuk. Meglátjuk. Amúgy sem bocsátkoznék jóslásokba a tekintetben, hogy XY vagy Z játékosunk vélhetően a csapattagja marad, vagy elvágyódik. Mi azt bátran kimerem jelenteni, hogy mi azt szeretnénk, hogyha a csapat zöme újra a Fehérvár 19 mezét húzná magára majd augusztusban, hiszen pont ez az építkezés, amit én klubelnökként kifejezetten szeretek, hogy nem cserélünk komplett csapatokat, hanem igyekszünk az apró lépések után ott azokon a bizonyos pontokon változtatni a keretünkön és erősíteni a csapatot, ahol arra a szakma szükséget lát, tehát ahol a szakma úgy látja, hogy ezeknek a pontoknak az erősítésével lehet egy még a következő szezonban is sikeres csapatot építeni. Továbbra is fontos lesz, hogy a magyar srácokkal megpróbáljunk megegyezni, és minél nagyobb létszámban minket választanak, és itt játszanak, itt fejlődjenek tovább, innen legyenek magyar válogatottak. Továbbra is nyitva áll az ajtó olyan fiatal srácok előtt, akik most mondjuk a Titánban palérozódnak, de a teljesítményükkel megszolgálják azt, hogy meghívót kapjanak először egy néhány edzés, néhány edzőmérkőzés, aztán reméljük a teljesítményük miatt már ebben estét meccseréig is az Ebel keretünkbe, és hát természetesen, ha úgy hozza a sors, hogy bizonyos légiósaink nem minket választanak majd, akkor esetlegesen az ő helyükre is olyan a csapatba illeszthető karakterű embereket kell majd találni a szakmának, akik képesek ugyanezt az arculatot mutatni a következő szezonban is, mert a sikerek mellett én azt is nagyon pozitívnak tartom, hogy ez egy nagyon jó karakterű csapat. Ezek a srácok az öltözőben is korrektek, nem csak a jégen. Tehát elnökként tényleg az ember azt kívánja általában, hogy problémamentes csapata legyen, ne csak sikeres, és jelenthetem, hogy ezzel a társasággal azért ez is megvalósulni látszik. Csak egy nagyon gyors kérdés a végére, mert elnökként erre nyilván válaszolnod kell, és a sikerek mellett a szurkolókat ez is foglalkoztatja, mi a helyzet a csarnok ügyében. Néhány hete beszéltünk, hogy akkor éppen arról nyilatkoztál, hogy bízol benne, hogy ez nem években kifejezhető ez a csúszás, hanem csak néhány hónapban. Most hogy látod, mikor lehet új otthon a klubnak és a fehérvári jégkorongnak? A mikorra sajnos végképp nem tudok jelenleg válaszolni, egy kicsit kavarognak az információk. Én azt remélem, és abba bízom, hogy a városunk vezetése és az állam között
nagyon, nagyon hamar, a nagyon közeli jövőben megkezdődnek az egyeztetések a tekintetben, hogy milyen legyen, hogy egyrészt, hogy mindenképpen legyen egy modern csarnok a fehérvári hokinak. Én most csak a hoki aspektusából szeretnék erre reflektálni, ha szabad, mert megérdemeljük. Ezt nem csak mi mondjuk, hála Istennek, ezt a környezetünk is így látja. Én úgy tudom, hogy egy csarnok, egy modern csarnok megépítésére van igény, és erre vonatkozó tervek azok vannak. Én azt gondolom, hogy a műszaki tartalom és a bekerülési érték tekintetében van szükség nyilvánvalóan mindenképp a város és az állam egyeztetésére. Remélem, ezek az egyeztetések nagyon hamar megszülik azt a végeredményt, hogy ha kell, akkor csökkentett műszaki tartalmú, akár méretében is csökkentett, de a hoki számára pont ideális méretű jégpalotával tud gyarapodni majd ez a fehérvári kis sportközösség. Hát úgy legyen, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és beszéltünk menet közben, hogy sok szempontból ez egy legszezon. Én azt kívánom, hogy ez folytatódjon, mert azt jelenti, hogy a rájátszásban legalább egy kört ment a volán. Úgyhogy ehhez kívánok sok szerencsét. A jóisten szóljon belőled, remélem a srácok addig dolgoznak, amíg majd ezt az álmot is elérik. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm még egyszer. Önöknek pedig köszönjük szépen már a megtisztelő figyelmet, ez volt a Bajnokok Városa, legközelebb ezzel a műsorral egy hét múlva találkozhatnak itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra! We'll be right back.